A felcsútiak a tavaszi nyitófordulóban a Diósgyőr ellen aratott siker óta mindössze egyszer a Paks ellen tudtak nyerni. A csabaiak sokáig őrizték tavaszi idegenbeli veretlenségüket, 4 találkozón 6 pontot szereztek. Ám az utóbbi 2 meccset elveszítették, az MTK-tól Dunaújvárosban, a Haladástól pedig Sopronban kaptak ki. Fábio a szabadrúgással, tőle már megszokhattuk, hogy a rögzített játékhelyzetekből nagyszerűen ível középre. Most is ő próbálkozik át a hosszúra, ott a fejes, vezet a Békés Csaba! Rögtön a mérkőzés elején a 4. percben megszerzi a vezetést. A vendégegyüttes Vaskó góljával, ki más, mint a csapatkapitány áll az együttes élére egy ilyen fontos mérkőzésen. És hát folytatódik az, ami jellemzi, mondom, a 2 együttes történetét, a Békés Csaba megszerzi a vezetést, és ezzel egy nagy lépést tehet a győzelem felé. Persze rengeteg van még hátra, de ez mindenképpen befolyásolhatja a mérkőzés alakulását. Kitűnő a tekerés Fábiótól, és nagyszerűen érkezett Vaskó. Tulajdonképpen nem is zavarták őt. Úgy ugorhatott fel fejelni, hogy egy jó méteres körzetben az 5 és felesen belül nincs védő. És megint indul egy kontra a Békés Csabaiaktól. A balbek Fábio a leshatáron most kapja a labdát. Fábio egyből középre, kifejelik. Tarzsoltnak kellett menteni. Remek kontrák a Békés Csabától. Békés Csabai szabadrúgás tehát. Pajovic most határozott volt. Mondjuk ott Vaskó és Damjanovic között nehéz lesz a levegőben megjátszani Castillont, bármennyire is jó felépítésű támadó. Ez viszont így egy lövőhelyzet fölé. Lopa próbálkozott. Lopakodott, aztán lőtt. Az ukrán csak nem találta el a kaput. Fábio ível, megint van egy fejes. Punasevác próbálkozott. Levegőben sokkal, de sokkal határozottabb a Békés Csaba. Húsz méter talán a távolság, gondosan megigazítja a labdát. Most már 3 vállalkozó is van, de Lackó maradott végül. Kálvente kérdezi, hogy segítsen-e esetleg. Piermajor is ott van. Ez ballal Lackó lövi valószínűleg. 54. perc, Békés Csabai szabadrúgás fölé. Sokkal, de sokkal többet ígért ez. Kálvente jön védekezni, nagy, megpattan a beadása, megint kifejlik, ott a lepattanó, Csurkó. Nem lepattanó, hanem kipattanó, pontosabban lepattanó a kosárlabdában van. 70. perc, Puskás szabadrúgás fölé. Bacsalics Grigics végezte el végül, ez sem volt sokkal veszélyesebb, mint a túloldalon. A Lackó Zsolt próbálkozása Robert Járninak sem igazán tetszett, a gesztusaiból ítélve. Magasan fölé. Piermajor vissza Bényeihez. Bényei nem volt szabálytalan, tovább engedő játékvezető, Lopa fordul. Zsolt érlő, hú, na ez veszélyes volt, ez csak nézte Poleksics. A 83. percig kellett várni az igazán veszélyes Puskás Akadémia lövésre, helyzetre. Mondjuk ennek is volt a 2 méter híja. Még 20 másodperc, nagy jobbal ível, megint Castillont keresné, Castillon csúsztat, megint Damjanovic felé el, Castillon, szabálytalanság. Az egész mérkőzés tulajdonképpen ez jellemezte Castillon szempontjából, akinek most el kell hagyni a pályát idő előtt. Ez a nagy butaság, mikor már igazából minden eldőlt, hiszen lejárt a 3 perces hosszabbítás. Ilyenkor egy sárgalapot még összehozni, és abból egy kiállítást ráadásul, hát ezért biztosan nem dicsérik meg Geoffrey Castillont. Még engedi Solymosi Péter. Le a sarokba, Punasevász tartja, és rápattintja az ellenfélre, és most fújja le Solymosi Péter. Hatalmas öröm a Békés Csabai kispadon. Teljes joggal, hiszen egy nagyon-nagyon fontos mérkőzést nyer meg a Lila-Fehér együttes, és ezzel továbbra is életben tartja a reményeket a bennmaradása, hiszen pontszámban beéri a Puskás Akadémia együttesét.